Korosztályokra szabott iskolahívogatót tartottak január 14-én az újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban. A tájékoztatón bemutatkoztak a jelenlegi alsós tanítók és az alsó tagozatos igazgató helyettes, majd ezután a leendő elsősök a jelenlegi első C-osztály tanítóival az osztályterembe vonultak át, ahol kézműves foglalkozás keretén belül ismerkedhettek az iskola légkörével, a megformázandó mintákat pedig a nagyobbak mutatták meg nekik. Míg a gyerekek ügyeskedtek, a szülők Tóth Anett fejlesztő pedagógus rövid ismertetőjét hallgathatták meg arról, hogy mik az iskola érettség legfőbb ismérvei, mik az adott életkor sajátosságai. Előadásából megtudhatták, a gyerekek figyelmét ilyen kicsikorban egyhuzamban 20-25 percnél tovább még nem lehet lekötni, de a pedagógusok erre felkészültek, és az órák tartalmát is ehhez igazítják. A fejlesztő pedagógus néhány tanáccsal, például helyes napirend kialakításával, többféle mozgásformával, színezéssel, építő és memóriajátékokkal való foglalatossággal is ellátta a szülőket, akik ezután feltehették kérdéseiket. A beiratkozásra tavasszal előre meghatározott és közzétett időpontban kerül majd sor. A Csokonai pedig a továbbiakban nyílt nappal is segíti az iskolaválasztást. Február 9-én 8 és 10 óra között tartanak nyílt órákat az első évfolyamon a szülők részére. Március elején pedig szintén játszóházzal egybekötve védőnő tart majd előadást az iskola kezdéssel kapcsolatos egészségügyi kérdésekről, ahová szintén várják az érdeklődőket.